sem, mert a mulatás nekem az életem. Bánatom, eladom csak neked, hogyha nem kell, hát sebet beteheted. Sárga földön, icipici egerek, hát ilyen az élet, ide leheverek. Itt vagyok már, közel a padból. Itt vagyunk Érsek Csanádon, Csanádi nyár napja rendezvény sorozatán, amely 8. alkalommal került megrendezésre a Felső Bácskai Önkormányzat jóvoltából. Reggel 8 órakor kezdődött futóversennyel, és este 10 órakor tűzijátékkal fejeződik be. Közötte színes, változatos programokat láthatunk. Koncertet, halászléfőzőversenyt, lesz itt utcabál, néptánc bemutató, motorkiállítás, úgy gondolom a repertoár igen színvonalas. Aki nem tudna, ez a Bajai Halászléfőző népünnepé után a második legrangosabb esemény a régióban. A közönség is igen vegyes, külföldről jöttek, Németországból, Erdélyből, a déli régióból, és a környező falvakból, városokból érkeztek ide a vendégek. Erre ők is jó példát mutatnak. Piás Pista megmutatja, ahogy a rókás témákat kutatja. Látszik ebből, hogy állatbarát, megsimogatja a cicám farát. Mondatnak pedig nem utolsó, nem kell már a falrahány borsó. Ma este mulatok, jaj, de berugok, meglátjátok, hogy mulatok én. Ma este mulatok, jaj, de berugok, táncolok a kocsma közepén. Eladom a bánatom egy forintén, megveszem a legszebb lányt a csókjáért. Ma este mulatok, jaj, de berugok, meglátjátok, hogy mulatok én. Üdvözlök mindenkit, a Pulzus Kulturális és Művészeti Egyesület elnöke vagyok. Az első programunk, amit ma reggel szerveztünk, ez egy mini maraton volt az ifjúság számára, amit a Pulzus Művészettelepért alapítottunk, illetve délután 3 órakor egy német zenekarnak a fellépését szerveztük, a Balikán Jazz Orchestrának a fellépése lesz itt a helyi színpadon. Mióta működik ez az egyesület, és hány tagú? 2003-ban alapítottuk, 10 alapító tagunk van, és most már több mint 30 tagra teszünk szert, tehát még egy fiatal egyesület vagyunk. Céljaink közé azt tartozik, hogy itt Érsekcsanád, illetve Baja környékén egy művésztelepnek a megalkotása és a kortárs művészetnek a reprezentálása, bemutatása, illetve ilyen nemzetközi művészekkel való együttműködés létrehozása. És Baján is volt már megmozdulásotok? Igen, már több kiállítást is rendeztünk tavaly évben, ebben az évben a Petőfi-szigeten most egy holland fotóművésznek a kiállítása látható az Ifjúsági Házban, illetve a Magyar-Német Általános Művelődési Központban a Balikán Jazz Orchestra fellépését szerveztük múlt hét csütörtökén. És mi az egyesületnek a célja, célkitűzései a jövőre vonatkozólag? Hát szeretnénk további kortárs művészeti kiállításokat, illetve további zenekarokkal kapcsolatot fenntartani, és egy művésztelepet alakítani, ahol ifjúsági táborokat, nyári alkotótáborokat létesítünk. És legközelebb hol találkozhatunk veletek? Legközelebb ugyanitt. Jövőre, 2006-ban, a Csanádi nyár keretén belül, illetve elképzelhető, hogy ősszel, jövő év ősszel további kiállításaink lesznek. Menő számon utáren, ladies and gentlemen, Florian Weber! Have you met Miss Jones? Someone said us we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I've met Miss Jones. You're a girl who understands, I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, yes, all at once was scared to death, and all at once I own the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Come on, give it to me, hey!
death, and all at once I own the earth and sky. I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Miss Jones and I. Idén hányadik alkalommal vesznek részt ezen a Csanádi nyári rendezvénysorozaton? Ezen a Csanádi rendezvénysorozaton először, ugyanis véletlenül megismerkedtem a Barcsi Sándor úrral Münchenbe, és ott hallott bennünket, és meghívott bennünket ide egy koncertre. Mesélte, hogy ez már régebben van, de mi először vagyunk itt. Sajnos, vagy hál' Istennek, szerintem sajnos. Akkor ez egy ilyen bemutató jellegű koncert lesz. Bemutató jelleg koncert lesz, mert itt csak röviden egy órát játszunk, de már mi játszottunk minden nap, egy napot Baján. Volt egy nagy koncertünk a Német Gimnáziumban, tegnap voltunk Szekszárdon, ahol a Liszt Akadémián a koncertteremben játszottunk, és egy nagyon szép koncertet adtunk. És első nap, mikor megérkeztünk, itt játszottunk Érsekcsanádon a Kultúrházban. Önök mikor alakultak? Hány éves az együttes? A zenekarom 14 évvel ezelőtt alakult, mint diák zenekar a Fátestetteni zeneiskolában, ahol én tanár vagyok már 24 éve, és körülbelül 3 év után nagyon jól ment, és voltak tehetséges emberek, átalakítottam profi zenekarra a Big Bandet. Milyen zenét játszanak, és hány tagú összesen a zenekar? Igen, először a stílust. Mi főleg a 30-40-50-es évek swing zenéjét játszuk, a Benny Goodman, Count Basie, Woody Herman, stb. Zenekaroknak a stílusát originál hangszerelésekbe. A zenekarnak egy originál fölállítása van, 5 szakszofon, 4 pozán, harsonának hívják magyarul, a szempozán, 4 harsona, 5 trombita, és a ritmus grupa is komplett, zongora, dob, bőgő és gitár. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you? Take my lips, I want to use them, and take these arms, I'll never use them, and this is your goodbye. Left me with eyes that cry, how can I ever make it without you? You are the part that once was my heart, so why not take all of me? Hey, come on, Bobby!
goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You are the part that once was my heart. So why not take all of? Why not take all of? Bolyan Weber! Kedves közönségünk, csodálatos volt magukkal itt muzsikálni ebbe a gyönyörű parkba és ebbe a gyönyörű időbe. A következő dallal sajnos el kell búcsúznunk, hosszú út vár ránk. Üdvözli magukat az egész zenekar és az énekesünk, a Florian. Egy csodálatos, szép, nagyon ismert dallal meg fogják ismerni, azt hiszem nem kell bemutatni. Start spreading the news, I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that never sleeps and find I'm a number one, top of the heap. My little town blues are melting away right through the very heart of it. In old New York, if I can make it there, I'd make it. Doesn't sleep and find I'm a number one, top of the list, cream of the crop at the top of the heap. My little town blues, I'm melting away as I make a brand new start of it in old New York. Yeah. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through New York. Yeah! Kinek volt az ötlete ez 99-ben, ha jól tudom, ugye akkor volt az első, 98-ban. Kinek volt az ötlete, és milyen céllal jött létre ez a programsorozat? Az ötlete az önkormányzatnak volt, az Érsek Család önkormányzatnak. Akkor én még nem voltam itt vezető, tehát azt az egész szervezést még úgy mellékesen csináltam és asszisztáltam hozzá. Ők döntöttek ebben a kérdésben. És hogyan sikerültek az előző évi programok? Én úgy érzem, és nem csak az én véleményem, azt hiszem ez, hogy minden évben egyre jobb és jobb ez a program. Ez azt bizonyítja ez, hogy minden évben többen eljönnek ide hozzánk, úgyhogy az idén is olyan 4-5 ezer emberre számítunk. És hogyan állítják össze a programokat? Milyen műsorszámokat láthatunk itt például a mai nap folyamán? A programokat én állítom össze, bevallom.
és úgy szoktam összeállítani, hogy minden korosztálynak megfelelő legyen, egészen a kisgyerekektől a felnőttekig, és úgy szoktam összeállítani, hogy délelőtt mennek le a versenyek, kerékpárversenyt rendezünk, erre nagyon jó lehetőségünk van, hiszen itt van a Duna 4,5 kilométerre, és a Dunai út, ez nagyon megfelelő erre. Ezen kívül van egy rollerversenyünk, a Baja felé a legutolsó utcában, egy Megyfa utcában, ott a kisgyerekeknek rendezzük, 3 éves kortól, ők nagyon élvezik ezt az óvodások. Azon kívül van foci meccs, 16 csapat játszik, ez egy kispályás futballmérkőzés. Itt is lenne 30 jelentkezés, de most már le kellett maximálnunk, annyi jelentkezünk. Most ennyi verseny van a mai napon. A délután folyamán bemutatók szoktak lenni. Mai nap motorkiállítás lesz például, lesznek veterán motorok és lesznek nagyköpcent is mostani motorok. És a show műsor a színpadon, az pedig majd 3 órakor fog kezdődni. Közben a napnak a legnagyobb produkciója, eseménye a halfőzés. Hát ez nem akkora, mint a Bajai, de azért itt is 200 asztalnál fog főzni a hal. Azon kívül még plusz a mi vendégeink lesznek, az önkormányzat vendégei, az külön vendégsátorban. Hát ez lesz a körülbelül ugye, a program. Na most, hogy nem tudom, részletezzem esetleg a színpadi műsort. A színpadon először délután 3 órakor, tehát ahogy mondtam, kezdődik, akkor Bajáról a Starlight énekegyüttes fog föllépni 1 óra hosszába. Azon kívül még van itt egy exkluzív vendégünk, a Pulzus Egyesület szervezésében Münchenből, a Bali Klán jazz együttes. Ők fognak föllépni olyan 5 óra tájba, ez egy órás jazz koncert lesz. Őket már hallottuk itt Érsek Családon szerdán, bent a Művelődési Házban, valami fenomenális sikert arattak. Ők fognak, utána jönnek a Flowers lányok, majd a Groovehouse együttes, utána lesz egy tombola olyan fél órába, minden asztal egy tombola, tehát egy tombola számot jelent, ők közülük sorsolunk egy 30-40 tombolát, aminek szintén nagy sikere van, akkor már szoktak itt állni a színpad körül olyan pár ezrem. És mi a főnyeremény? Hadd ne áruljam most még el, legyen titok, jó? Utána a Vedelek Zita fog föllépni, tudjuk, hogy országos bajnok. A Vedelek Zita után a Krisztánc és Modell Stúdió fog bemutatót tartani, majd föl fognak lépni, pontosan nevüket még nem is tudom, az igazság, most jelentkeztek be, Vestel Singers néven fognak ilyen dalokat énekelni, utána pedig fog következni az Érsek Csanádi és a Baracskai Néptánc Együttes. Ők 9-kor lépnek színpadra, és ez 10 óra magasságáig fog eltartani, és pontban 10 órakor lesz a tűzijáték. Innét fogják fölölni a túlsó partot, tehát nagyon közel lesz hozzánk, és nagyon élvezünk, mindig, mert szinte így kell fölnézni, hogy lássuk, olyan közel van. És utána pedig reggelig utcabál. Ott pedig az Érsek Csanádi Főnix zenekar fog játszani. Hajnalig, vagy ameddig tart a bál. Hát ennyit a programról. Milyen motorokkal jelentetek meg, és mik a különlegességük ezeknek? Hát mindenféleképpen jobber kategóriáról beszélünk, ezek a motorok jobber motorok, és hát mi voltunk annyiféle. Bemutatnád őket azért egy kicsit részletesebben? Igen. A sor elején láthatunk egy 1500-as intrudert a sárga festésével, mellette lévő bordó, egy 750-es Honda Shadow, következő a gyönyörű szép ezüstös és krómos kivitelbe egy V-Road, ő egy Harley típusú motorkerékpár, következő szintén egy intruder, egy 1500-ös intruder, a mellette lévő zöld megint egy intruder, és az én kis vasam egy Kawasaki Vulcan 1500-ös. És láthatunk itt egy veterán motort is, ugye? Ez... Igen, ő is csatlakozott a kiállításhoz, egy Pannonia típusú veterán motor. Ami satszolások szerint lehet egy ilyen 30 év körüli. Mennyit érhetnek ezek a motorok? Hát használt motorokról beszélünk, általában 5 év a korosztály a jobberek esetében.
és ez egy a másfél és 5-5,5 millió közötti értékkel bírnak. És hány motor kiállításon jártatok már ezekkel a motorokkal? Hát úgy speciál kiállítások, ez az első, ezt egy helybeli motoros barátunk meghívásos alapú ez a motorkiállítás. Egyébként találkozókra járunk és baráti összejöveteleket, baráti szervezéseket, utakat szervezünk az ország bármely pontjára. Hol lesz a következő? A következő jövő hétvégén lesz, péntek, szombat, vasárnap, Tokaj. Egy bortúrával egybekötött, mert előszeretettel látogatjuk, ha borvidékre megyünk motoros találkozóra, akkor egy bortúrát is betűzünk erre a hétvégére. És itt melyik lenne a legkülönlegesebb motor, ami szóra érdemes lenne, amit úgy gondolt, hogy beszeretnél mutatni az összes között? Hát mindenféleképpen javasolnám a Harley Davidsonnak a V-roadját. Szóljon, ha szól a dal!